Kistarcsán ismét megszervezték a már hagyományosnak mondható virágültetési akciót, és ahogy látják, az eső ellenére elég sokan eljöttek az eseményre. A virágosításban aktívan részt vett Hadnagy Zsolt aljegyző úr is, akitől megtudtuk, hogy nem új keletű kezdeményezés ez Kistarcsán. Hányadik alkalommal szervezik meg ezt a virágültető akciót Kistarcsán? Ez már a sokadik alkalom, így már ma hagyomány a kistarcsai virágültetés, amelyet az önkormányzat közösen szervez a vállalkozók baráti körével, és ilyenkor 3-4-500 ezer forintos költségvetéssel megveszük a virágokat, illetve hasonló módon a baráti kör is virágokat vásárol. Ők a település egyéb területe, mi pedig a polgármesteri hivatal előterében ültetjük el ezeket az eszközöket. A városszépítési akció több helyszínen zajlott egy időben. Mi a nap menete, milyen helyszíneket érint a virágosítás? A köztereinket érinti, tehát az Ifjúságtér, Hősök tere, Polgármesteri Hivatal, a Simándi tér, az Uszoda előtti tér, tehát a vizuálisan is jól láthatót azt mondanám, hogy a hívmegállótól, központi kistarcsai hívmegállótól jobbra-balra eső nagy területeken folyik a virágosítás. Az esztétikai látványon kívül miért fontos ez Kistarcsának? A legfontosabb az esztétikai látvány, tehát ezt tudjuk be, de azt gondolom, hogy a nevelésben nagyon nagy eszköze van. Ez mindenkire vonatkozik, tehát aki a virágot szereti, jó ember, tehát ez halálig igaz, de azt gondolom, hogy legjobban az ifjúságot fogja meg, és utána ők a szülőket is tudják motiválni ebben a tekintetben, és akkor nyilvánvalóan elvárható lesz, hogy a családi ház előtt is összeszedjék a szemetet, lenyírják a füvet, nekidobálják a kertből a hulladékot, és ugyanúgy saját portájukon virágosítsanak, szépítsenek, csinosítsanak. Volt, aki büntetésből érkezett, mindettől függetlenül szívesen segített szebbé tenni a környéket. Hát elkövettünk egy elég rossz cselekedetet, és most azt kárpótoljuk. Mit csináltatok pontosan? Hát egy kis rongálás, egy-két virágot kitapostunk, ilyenek. És most ezért ültetjük őket vissza. Mi lesz neked a munka folyamatod, mit fogsz ma te csinálni, mi a rátosztott szerep? Hát éppen most kiásom a nagyobb virágoknak a gödröt, meg kiszedjük a virágokat és elültetjük utána őket. Pozitív dolognak tartod, hogy jönnél magadtól is, vagy csak a büntetés miatt vállaltad ezt most? Szeretnék jönni jövőre is, teljesen jó, jövök jövőre is szerintem. Korábbi években is voltál segíteni? Hát akkor csak szemétszedési akciókban segítettem, de ilyen virágültetésiben nem. A polgármesteri hivatal környékén a hivatal dolgozói szép száma megjelentek, hogy kivegyék részüket a munkából. Kistarcsa egész területén igyekszünk szépíteni a környezetet, a városunkat, és itt a polgármesteri hivatal előtt a polgármesteri hivatal dolgozói gyűltek össze, és igyekszünk itt a mi saját környezetünket szépíteni, ilyen itt elhelyezett virágokkal. Az eddigi években miként változott a virágosítás? Lettek-e új feladatok, dolgok, helyszínek benne, vagy maradt a régi hagyományos? Hát annyiban hagyományos, hogy mindenki bevállalja a saját kis közvetlen környezetének a szépítését, de ez mindig fokozatosan és folyamatosan nő ennek a nagysága, meg a résztvevők köre. Hát a mi esetünkben inkább azt mondom, hogy a kollégák száma gyarapodott, úgy tűnik, hogy mindenki érzi és ráérez arra, de ennek a fontosságára, illetőleg hát itt a közösség teremtő erejére. Ezt a polgármesteri hivatal biztosította, vagy mindenki hozott magával egy-egy növényt? Nem, ezt az önkormányzat, tehát az önkormányzat költségvetésének terhére úgymond történik a virágosítás. Meddig folynak ma munkálatok, egészen délutánig? Hát igyekszünk délre elkészülni, tehát ahogy látható, készen is leszünk, tehát ez ilyen délelőtti program. Délután már mindenki otthon dolgozhat, csinálhatja a hétvégi mosást, takarítást és a többieket. A Csigaház és a Simándi szobor területén Kereszti Ferenc vezényletével folytak az ültetési munkálatok. Ilyen munkafolyamatokat láthatunk itt a háttérben, hogy van megosztva a munka? Tehát itt a mi tagjaink ültetgetik a virágokat, van két közösségi szolgálatos fiatal is, akik itt serénykednek. Gyakorlatilag itt a látható virágágyásokat ültetjük be. A kertész, aki hozta a virágot, ő nagyjából elmondta, hogy képzeli el, és akkor gyakorlatilag mi ültetjük. Az időjárás szempontjából nem mindegy, milyen növények kerülnek ki a szabadba, ezért egy kertész szakértelme nem hiányozhatott.
Melyik cégnek köszönhetjük a virágokat? Hát ez egy Maszek kertészet nagyon régóta Kistarcsán, 42 éve vagyok Kistarcsán, 42 éve kertészkedem itt. Nagyon jól ismerem a települést, ismerem minden szegletét, itt nőttem föl gyakorlatilag, és jó néhány éve én segítek a virágosításba. Rutinom van benne tulajdonképpen, mivel ismerem a ágyásokat, ismerem a települést, tudom, hogy melyik, milyen rész, hová süt a nap, hová nem süt a nap, hová, ez pusztán szakma, hogy hová milyen virágot lehet ültetni, körülbelül mennyit, és akkor ugye egyrészt az anyagi lehetőségek, másrészt a kertészet lehetőségei, és a kettőt egyeztetjük, és eszerint intézzük a virágosítást. Néhányat akkor soroljon föl, legyen szíves, hogy melyik virág hova való, vagy egy-két jellemzőjét. Hát például elsorolom először, hogy miket ültetünk. Petunia, begónia, mézvirág, paprikavirág, muskátli alapjába véve ez a néhány növény az, ami a kiültetés alapját adja. Tömegvirága, a begónia, tömegvirága, napvirág, a mézvirág. Ezek zömmel olyanok, amik bírják akár a tűzőnapot is, fél árnyékot. Ki gondoskodik majd a későbbiekben az ágyások rendbetételéről, öntözésről nyáron a melegben? Hát az egyik legfontosabb kérdés, de ezt komolyan mondom, mert az, hogy most kiültetjük és szép egy hétig vagy kettőig, ez azoknak az érdeme, akik a mai szabad szombatjukat, illetve a szabad idejüket áldozzák erre. Viszont ahhoz, hogy ez mindig szép legyen, ahhoz a kívülnek a gondoskodására van szükség. Hol jobban, hol rosszabbul, de azért minden évben igyekeznek gondoskodni arról. Természetesen ezek a mediterrán nyarak, amik most itt előfordulnak, a Kárpát-medencébe, ezek sokat rontanak a dolog élvezeti értékén, de azért igyekszik a kívül megoldani ezt a feladatot és a locsolásról gondoskodni. A locsoláson kívül igényelnek esetleg valami egyéb tápanyagot, vagy valami speciális folyadékot, amit összebbek lesznek, vagy csak elég öntözni és kapálni, ilyesmi? Értem a kérdést. Ilyenkor marhatrágyát szoktunk a kiültetéskor bedolgozni a talajba. Más egyéb tápanyag utánpótlásról nem szoktunk gondoskodni, a gyomlálásról és a kapálásról. A Fidesz csapat tagjai a Hősök tere és a Székely kapu mentén tevékenykedtek. Körülbelül lehetett tudni, hogy hány láda virágot ültetnek ma itt el? Hát, darabra tudom megmondani, tehát az összes helyszínen körülbelül 6000 virágpalánta kerül elültetése. Ebben durván 10 helyszín van benne. Ki döntött el, hogy hova hány ember menjen, vagy a helyszínek mértékét, a nagyságától függött ez, hogy hova hány ember kell? Nem, igazából ez már ilyen szokás alapján megvannak azok a területek, hogy melyik csapat, például a Kike, vagy a Pannonia, vagy akár a Fidesz csapata, vagy az önkormányzat csapata nyilván az önkormányzat épülete előtt, az Eperesi úton az óvonők, illetve a lakótelepiek, a fegyverségetben a fegyverségetiek, nem akarom végsorolni, tehát megvannak ezek a kialakult csapatok, és akkor ez így működik. Tehát nagyjából tudjuk mindig, hogy mekkora feladat, annyi ember próbálunk összeszedni. Most az első ugye a megtépált egy kicsit bennünket, mert sokan hazamentek, mert úgy volt, hogy nem lesz belőle semmi, de azért úgy gondolom, hogy fogunk ma végezni ettől függetlenül időben. A megfáradt önkénteseknek zsíros kenyeret és ásványvizet biztosított a polgármesteri hivatal.